Na sziasztok gyerekek! Erről a hajdúbojlerről szeretnék egy kis szót. Már megjártuk vele a poklok poklát. Ez egy 120 literes hajdúbojler. Mindig megszivat minket. Hol ezzel, hol azzal, hol amazzal. Az utóbbi időben azt vettük észre, hogy gyakorlatilag hát csöpög, de az a csöpögés már régóta fennáll, csak hol innen csöpög, hol onnan csöpög. Ugye volt ennek már minden problémája, mert ugye van egy szerelő ismerősünk, aki segít nekünk ebbe, ő csinálja a bojlerünket. Cserélt már nyomáscsökkentő szelepet, sarokszelepet, mindenfélét, mert ugye az utóbbi időben ugye azért kellett a nyomáscsökkentőt is cserélni, meg hát a nyomáscsökkentőt, ha jól tudom, akkor azért, mert ugye nem volt nálunk víznyomás. Nem volt nálunk víznyomás, és ugye gyakorlatilag nem, egyáltalán nem volt sem erre se víznyomás. Ugye nyomáscsökkentőt az kellett cserélni. Aztán sarokszelepet is kellett cserélni. És utána, hát végülis a nyomáscsökkentő szelep cserélése után, utána már visszajött a nyomás, meg úgy minden volt. Csak utána beszart a sarokszelep is. Azt is kicseréltük. Rendben van, most jó, most van úgy viszonylag víz nyomás, meg úgy jön a víz is rendesen a házba, mindenhol. Viszont amivel szoktunk sokszor küszködni, a csöpögés. Minden egyes szájba vert tömítést kicseréltünk, hogy úgy mondjam, kicseréltük hát most nem tudom megmutatni, de lényeg az, hogy kicseréltük hogy mondjam, az alaplap tömítését, meg kicseréltük a fűtőtest tömítés, mindent, gyerekek, mindent kicseréltünk. És az utóbbi időben, hát ugye azt vettük észre, hogy innen csöpög a búra alól. Levettük a búrát, hogy hogyha összegyűlik a víz benne egyrészt, akkor ne a vezetékek legyenek vizesek, hanem akkor csöpögjön le ebbe a vödörbe. Hát azért lehet látni, hogy szerintem, hogy azért mennyi víz van benne. Csak nehogy aztán mindjárt kiborítsam. Igen, tehát azért van ebbe a vödörbe, azért van annyi víz. Hát nem tudom, egyszerűen nem tudjuk, hogy mi van. Mondom, hol ezt cseréljük, hol azt cseréljük. Nem tudom, tehát szerintem azért ez nem normális, egy 15 éves. Hát ja, hát amióta ugye megépült a ház, ugye 2006-7, nem tudom már, hogy hogyan. Azóta van ez a bojler velünk, és hát van minden nyűgje baja, úgyhogy tehát egyszerűen már nem tudjuk, hogy mi van, hogy mit tudjunk vele csinálni. Mondom, most úgy aránylag jó, csak most a csöpögés jött elő megint. Tehát a csöpögés az már nem új keletű dolog, az már minden évben előfordult. De mondom, mindig cserélünk tömítéseket, minden egyes létező tömítést, amit lehet a boilerba, és tessék, mégis ez van, mégis csöpög az áldott jó villanyboiler. Úgyhogy, ha van valami tippetek, tapasztalatotok, tanácsotok, amit meg tudtok velem osztani, akkor azt szívesen fogadom, hogy mi lehet, mert ez már egy kicsit, hogy úgy mondjam, kimeríti a képességet, és a szerelő, aki meg szokta nekünk csinálni, sajnos nem mindig ér rá, főleg mostanában nem, mivel hogy évvége van és rengeteg a melója. Jó, hát én mondom, ennyit tudok mondani róla, hogy ez van, hogyha esetleg tudtok valamit
valamit rá, akkor azt szívesen meghallgatom. Na, sziasztok!